Valószínűleg itt ittasak voltak annak a társaságnak a tagjai, akik néhány napja éjszaka kezdtek el üvöltözni Tóti Jánosék háza előtt. Előbb az ott lakó egyik ismerősét inzultálták, majd ordibálni kezdték a János bácsi a csatában című dalt, aminek a vége így hangzik, Glory, Glory, Alleluja, ez az ember már hulla. Ezt követően a társaság egyik tagja a háza felé dobott egy kavicsot. A 81 éves egykori képviselő azt mondja, őt és a feleségét szörnyen megrázta az eset, és főleg a dal, hiszen Tóti János régóta küzd súlyos betegséggel, ezért esett neki rosszul, hogy a halálával viccelődtek. A randalírozó társaság tagjairól tudja, kik voltak azok, régóta ismerik egymást. Szerinte azért haragszanak rá, mert a Facebookon kritizálta az ilyen szexárt által hozott döntéseket. Például a bizottsági tagok számának növelését, a képviselői és bizottsági tagoknak járó illetmények megemelését és az önkormányzati cégek vezetőváltásainak módját. Tóti János azt mondja, nem tesz feljelentést, de soha nem felejti el, hogy mit kellett átélnie, amiért kritizálta az ilyen a frakció döntéseit.